felépítnek egy templomot, akkor az a közösség elgondolkodik azon, hogy ki lehetne a példakép, ki lehetne a falunak vagy a városnak a védőszentje, olyan védőszent, akinek a segítségét érdemes kérni, és akinek a példáját érdemes követni. Akkor Jámbor őseink itt Dunaszerdáján felépítették az első templomot, akkor Szent Györgyöt választották példaképnek, pátrónusnak, pártfogónak. Szent György napja ezért a város védőszentjének alapításának, egyesítésének és jeles személyiségeinek ünnepnapja. A Szent György napi ünnepség sorozat részeként a Csallóközi Szerdahelyi Kaszinó 1860 városvédő edlet átadta a Szent György díjat. Ezzel az elismeréssel olyan személyiségeket és közösségeket állítanak példaképként, akik a város kulturális és társadalmi életében jelentőset alkottak. 2022-ben ezt a díjat Simon Ferenc, a Sikabony Polgári Társulás elnöke vehette át, aki a sikabonyi rendezvények szervezésével igyekszik összekovácsolni a közösséget. Ez a díj, ez nagy elismerés számunkra, és új lendületet ad ennek a díjnak az átadásával is bebizonyosodott, hogy a tevékenységünk nem volt hiába való. Próbáljuk szervezni a rendezvényeinket minden éven magasabb színvonalon. A város segítségével eljutottunk odáig, hogy lett egy hely, ez a Sikabonyi Közösségi Ház, ahol a rendezvényeinket megrendezhettük. Csapatunk egy 20 tagú csapat, amely a rendezvényeket összehozza, szervezi. Nem kell senkit se erőltetni, mindenki saját meggyőződéséből, saját örömére eljön közénk, és megbeszélünk mindent. A közösség révén kell életre a város, ezt hangsúlyozta Hályos Zoltán polgármester, aki örömét fejezte ki, hogy 2 év kihagyás után újra meg lehetett tartani a Szent György napi rendezvényt. A művelődési központ előtti kulturális programokkal minden korosztályt igyekeztek megszólítani. Voltak könnyű zenei koncertek és gyerekprogramok is. A városi díjátadón pedig elismerték azok munkáját, akik a város fejlődéséért tesznek. Magában az utcák, az épületek mit sem érnek. Emberek nélkül, egy közösség nélkül egy város csak egy szellemvárossá válhat, amelynek az erejét, a lüktetését, az életet benne az emberek adják. És azt hiszem, hogy itt egy olyan nagyon jó közösség él Dunaszerdahelyen, akik segítik egymást, akik ha baj van, akkor összefognak. Igazából a város külleme mutat rá a kreativitására egy közösségnek, a gazdagságára, a szépségére, amely az emberekből fakad. Tehát itt van egy olyan jó közösség, amely előre viszi a város fejlődését, nem beszélve a város szellemiségéről is. Azért szükséges szervezni rendezvényeket, hogy a közösségeket összehozzuk. Megy a hajó, nézd a nyulat, lepencéig rajta mulat, de a tűzös orrán után